komoly kezdést tett a Magyar Olimpiai csapat, és remélem ez a lendület kitart a végéig. Talán ilyen jó kezdés még sohasem volt, hogy talánnál vagyunk, a mai napon megvan erre az esély, hogy tovább növeljük ezt a szép számot. Nagyon jó érzés így magyarnak lenni, mert azt gondolom, hogy az a sok munka, amit a versenyzők, edzők és a sportban dolgozó emberek tettek, nem szeretném kiadni természetesen a Magyar Olimpiai Bizottságot sem, és a szövetségek munkáját úgy látszik, hogy beérik, úgyhogy ez nagyon jó. Egyetlen egy kivételével, ami aztán végül is egy óriási sikerben mégsem olyan, ami az Imre Gézához voltam, azon nem voltam ott, de az összes többi aranyéremnél és éremnél, többes bronzéremnél ott voltam, úgyhogy eddig átélhettem, hála Istennek, az összes nagy sikert, és igyekszem természetesen továbbra is ott lenni ezeken a versenyeken, hogy szurkolni a magyarokat. Még véletlen sem bocsájtottam jóslásokban, meg találgatásokban, hiszen egy olimpia, ettől olimpia, és ettől van a hatalmas értéke, hogy igazából vannak nyertesek és vannak vesztesek, és nem mindig a legjobbak, mármint úgy értem, hogy előtte legjobb eredménnyel rendelkezők fogják megnyerni az olimpiát, erre számtalan példa van, de ugyanez igaz fordítva is, hogy vannak meglepetések. Nincs olyan nap, amikor nem mennék az olimpiai falube, találkozva a versenyzőkkel, edzőkkel beszélgetve egy kicsit, tehát nagyon-nagyon rendben vagyunk. Jó a hangulat, nagyon sokat segítenek ezek az eredmények. Persze mindenki nézi, koncentrál, aki nem tud kimenni, ráragad a televízióra, és nézi a magyar és szuper magyar versenyzőnek. Remélem, hogy a többi sportágban is még lesznek szép sikerek, szép eredmények, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ez abszolút kerekezik.